A mindennapos testnevelés lehetőséget nyújt arra, és bízunk benne, hogy az úszás után például a lovasport, hogy blokkosított órarendben a gyerekek azokban a lovardákban és azokon a területeken, ahol hozzájuthatnak a lovakhoz, megfelelő képzésben részesülhetnek. Ez két okból jó. Az egyik dolog, hogy egy minőségi kapcsolat alakul ki az állatokkal, amely felelősséget, rendszerességet, és ahogy tudjuk például a problémás gyerekeknél a mozgásritmus a lóval való kapcsolatban, a lóvon történő például voltizsálás, a torna rendszerű gyakorlatok, valamint egyáltalán a lóval való kapcsolattal rendkívül sokat javíthat például a díszsel kezdődő problémák, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulációban is, gondolom elsősorban az egyensúly rendszer pallérozásával várható kiemelkedő eredmény. A testnevelési egyetemnél a lovas kultúra egy nagyon régen elindított olyan képzési forma, ahol a nevéből adódóan a lovas kultúrára törekszünk, tehát az iskolába az ilyen végzettségű tanárok, akik pedagógikumot is tanulnak a gyakorlat mellett, művelhetik ezt a területet. Ezt tovább szeretnénk fejleszteni, és a Lovas Szövetséggel naprakész programunk van, hiszen Gencvei Ferenc a kancellárom, akinek a családjában neves mondjuk fogadhajtók is vannak, személyesen is magunk is, jó magam is a Lázár fivérekkel kapcsolatot ápolok így a szövetséggel. Én azt hiszem, hogy egy új időszak elő nézünk, amely a lovasport forszírozott gyakorlását, jelenlétét, és jövőben szeretnénk, ugye visszavezetjük 2017-tel, és ami nagyon lényeges, a diplomás szakedzőképzést, ahol a lovasportra vonatkozó szakedzőképzés a Testnevelési Egyetem és a Szövetség szervezésében megújulva indul el.